Várai Róbert vagyok, Baracsközség polgármestere. Dunai városban születtem, általános iskoláimat is ott végeztem, ott fejeztem be a 8 általános, majd ezt követően Budapestre kerültem, Lékai János hajózási szakközépiskolába, meglehetősen unikum volt akkor is, és most is. Nagyon kedves tanárok vettek körül ebbe a különleges iskolában, talán a legkülönlegesebb a történelmet tanító Mézes tanárnő, aki bizony a történelmet úgy tanította nekünk, hogy egészen különlegesen nem csak a tankönyvből, hanem saját élményeink keresztül is, gondolok itt a háború utáni történelem tanításra. Ami most már különösen felértékelődött, akkor még ezt nem tudtuk, de most már tudom, hogy amit ő tanított, az mennyire a valóság volt. Az általános iskolát követően én nem tanultam tovább. Én rögtön elhelyezkedtem, akkor már megvolt a hajós képesítésem, és én matróz lettem. A Mahartnál dolgoztam, mint matróz. Ez 2 évig tartott, nagyon szerettem a Dunán a hajózást. Azóta is szívesen emlékszem erre, vissza erre az időszakra. De aztán egy kicsikét, úgymond parti foglalkozást kellett keressek, így Dunajvárosba, szülővárosomba mentem a Dunai Vasmibe dolgozni, ahol több területen is dolgoztam. És később észrevettem, hogy bizony a főiskolának hiánya van, és később beiratkoztam felnőttként a Pécsi Tudományegyetemre, ahol is a humán szervező vizsgát letéve humán szervező diplomát kaptam. Majd ezt követően, illetve ezekkel körülbelül azonos időszakban grafológiát tanultam, és kitanultam a szétgyártó és nyerges mesterséget, ami meglehetősen szintén unikum ugye ebbe az ívbe, a tanulásnak az ívébe. Talán erre az a magyarázat, hogy nagypapám szétgyártó volt, és amikor ő meghalt, akkor a családban az a közös megállapodás született, vagy jött létre, hogy hát az örökli a nagypapa szerszámait, aki kitanulja a szakmát. És én vállalkoztam erre, nekem akkor is nagyon tetszett, a nagypapa sokat tanított engem lószerszámot varni. Kitanultam a szakmát, megvan hozzá a végzettségem, de hát nem gyakorlom, ez egy ilyen alvó tudás egyelőre még ezen a területen. Mint minden iskolába járó és az uniót figyelő polgár, angolul is tanultam, több-kevesebb sikerrel. Talán nem adnak el Angliában, bár nem vagyok túl büszke arra, hogy sok-sok éven keresztül sem sikerült megtanulnom középfokú szinten, de talán azért valóban használható angol tudással rendelkezem. Tanulmányaim körülbelül ennyit tesznek ki. Aztán ugye azt azért még tudni kell, hogy tanulmányaim döntő többségét ugye a munka mellett fejeztem be, kezdtem és fejeztem be. Nem született baracsi vagyok. 97-ben költöztünk ki Baracsra. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert ugye 13 év ott élést követően választottak meg a falu első emberének, ami azért talán különlegességnek számít. Általában a választásokon, kisebb-nagyobb településeken, falvakban jellemzőbb az, hogy a helyben született embert, akit régóta ismernek, választák meg. Nos, hát én attól függetlenül nagyon örülök neki, hogy nekem ilyen szerencsében van részem, hogy én lehetek a falu első embere. Talán azért is, mert az odaköltözést követően feleségemmel együtt nagyon aktív életet kezdtünk el élni, úgy értem társadalmi szinten, bekapcsolódtunk a falunak a közéletébe, megismertük a helyieket, megszerettük őket, és hát minden bizonnyal ők is megszerettek engem, minket, aminek nagyon örülünk. Érdekesség talán, hogy soha nem gondoltam arra, hogy valaha én polgármester leszek. Mint ugye említettem, én egy hajózási szakközépiskolába jártam, világ életemben hajózni szerettem volna, legalábbis ugye 18 éves koromat idézve,
eszemágában nem volt irodában dolgozni egyáltalán, kedvem se volt hozzá, az élet mégis így hozta. Nos, hogy miért hozta így? Hát talán azért, mert amikor a legutóbbi választással megnéztem, hogy milyen választási lehetőség van polgármesterek közül, és barátaim, ismerőseim szintén megnézték az adott települőt, mi településünkön, akkor bizony elkezdtek kapacitálni arra, hogy hát jó lenne, hogyha én jelentkeznék. Mondjuk ezt megelőzte egy ilyen kihívó kis kérdés sorozat, amikor barátaim megkérdezték, hogy na tessék, akkor mit csinálnál te itt? És én akkor úgy fősoroltam hirtelenjébe egy nagyon markáns programot, hogy itt mit kellene csinálni, és akkor mi lenne az, ami előre mutató lenne. És amikor ezt én így befejeztem, ezt a kis monológot, akkor lám azt mondták, hogy tessék, akkor meg is fogalmaztad, úgyhogy kezdheted is, és induljál. Tehát így kezdődött az én úgymond politikai karrierem. 2010 körülbelül áprilisában volt ez a beszélgetés, amit követően hát október 4-én ugye a választásokon engem meg is választottak Baracs község polgármesterének. Baracsról azt kell tudni egyébként, hogy hát egy mezőföldi település. Elsősorban mezőgazdaság, ami rá jellemző, ugye egy nagy gazdaságban, több kisebb helyi gazdálkodóval. A lakosság nagy része azonban a közeli Dunai városba jár be dolgozni, általában az iparba és a szolgáltató területekre. Nagy munkanélküliség nálunk nincs, hál' Istennek, sőt, hát ez valamikor még hátrány is adott esetben, pályázni szerettünk volna most nem régen foglalkoztatásra, de mert nem értük el a küszöbb munkanélküliséget, ezért ugye nem tudtunk indulni. Tehát azért ettől függetlenül jó az, hogyha nálunk azért foglalkoztatva vannak az emberek. A településünk nyugodt, kiegyensúlyozott, 3500-an lakunk pillanatnyilag, semmi különös nincs, azt kell, hogy mondjam. Az ég egyet a világon, az a mezőföldi kis, hát inkább nem kicsi, mert gyakorlatilag azért ez egy középméretű, tehát nagyközség, inkább mondhatom úgy, tehát egy nagyközség település, amelynek van két temploma, van egy dunaparti szakaszunk, van repterünk, van nyugalmunk, de úgy egyébként nagyon nem büszkélkedhetünk természeti kincsekkel, épített örökségünk sincs. Az emberek jól érzik magukat, mindennapjainkat töltjük. A legnagyobb problémánk, hogy a főutat újítsuk föl, meg hogy elvezessük a nagy vizet, amikor leszakad az ég. Na hát ezeket kell szervezni pillanatnyilag, amihez nagy segítséget nyújt nekünk a képviselőtestület, illetve nekem a képviselőtestület. Azt kell, hogy mondjam, hogy a falu nagyon bölcsen döntött, olyan testületünk van, akikkel így heten nagyon szépen együtt tudunk dolgozni. Mind a hét ember, tehát velem együtt úgy gondolom, hogy szabadidőben is a falut szolgáljuk. Minden képviselő valamilyen plusz feladatot vállal önként, és most már az elmúlt másfél év során ki is derült az, hogy ki miben jó, és hogy milyen feladat az, amit ő szívesen csinál. Én ennek nagyon örülök, tulajdonképpen, hogyha hasonlattal szabad élni, akkor egy olyan munkám van, mint amikor egy hatfogatos hintót hajt az ember, és mindegyik húzó ember, vagy hát igen, húzó ember mondjuk így, pontosan tudja az ő dolgát, és a bakról csak össze kell hangolni a tevékenységet, és én bízom benne, hogy a falu lakossága is ezt ugyanúgy érzi, mint én. Az elmúlt években tennivalóink között sorakozott minden, ami az elmúlt 20 évben nem sikerült. Itt élünk, tudjuk, hogy milyen politikai helyzetek adódtak. Általában elmondható az, hogy ugye valamelyik település fejlődése nagyban függött attól, hogy a polgármester milyen viszonyban van az országgyűlési képviselővel. Nekem szerencsére sikerült megfelelő és jó kapcsolatot kialakítani a terület képviselőjével, bár meg kell, hogy mondjam, hogy egyelőre ugye ez nem igazolódott be, hogy az ő támogatásával bármennyivel is előrébb tudnánk lépni.
Megtanultuk azt, hogy csak jó pályázattal lehet pénzhez jutni, jó pályázataink vannak, jó pályázatokhoz viszont jó tervekkel kell rendelkezni, itt a konkrét mérnöki tervekre gondolok. Ugye, mint már említettem, van nekünk egy főutcánk, ez a főutca 20 éve járhatatlan állapotban van, minden egyes választáson mindenkinek a röplapjára kerül az, hogy ezt az utat föl fogja újítani. Természetesen én is ezt így kezdtem, amikor a hivatalba belépve első napokban kértem akkor az útnak a terv dokumentációját, hogy akkor ezt elevenítsük föl, hogy mit tudunk tenni. Kiderült, hogy még nincs is tervünk a felújításra. Tehát meglehetősen nagyot kellett visszalépni, illetve hát tulajdonképpen az alapoktól kellett elkezdeni a fejlesztéseket. Most ott tartunk, hogy útra van tervünk, a hozzátartozó árokra van tervünk, egy kerékpárútra van tervünk. Ezt mind megpályáztuk, forráshiány miatt mindet elutasították, de azért bízunk benne, hogy hamarosan mégiscsak előtérbe kerülünk. Az elmúlt időszakban ugye mindannyian éreztük azt, hogy olyan esők árasztják el a településeket, amik soha nem voltak, vagy legalábbis 50-80 évente egyszer fordulnak elő. Na hát a mi településünket is elmost az utóbbi két évben háromszor egy-egy ilyen nagy eső. Tehát rendelkezünk most már övárok tervvel. Azonban itt meg kell, hogy jegyezzem azt az érdekességet, hogy ahhoz, hogy mi övárkot építsünk, tehát magyarul a dombról el tudjuk vezetni a vizet a házak fölül, ehhez ugye nekünk meg kell vásárolni a szükséges föld mennyiséget. Ez azt jelenti, hogy egy 2 méter széles föld csíkot kell vásárolnunk a szántóföld és a belterület határán. És ezt mindig elmondom, mert nekem nagyon kellemetlen, vagy legalábbis nagyon fájó az, hogy kisajátítási eljárást kellett kezdeményeznünk 3 gazdával szembe, aki egész egyszerűen nem akarta nekünk átadni ezt a 2 méteres sávot, mert keveselte az általunk felkínált összeget, ami azért azt kell, hogy mondjam, hogy a faluban már magasnak számít, de ők keveselték. Nem is nagyon mennék ebbe bele, csak maga a tény az, hogy ugye egy elhárításra, egy értékmegőrzésre sem, vagy sincsenek tekintettel ugye azok, akik hát tehetnének valamit a közös értékeinkért. No, de hát megy a kisajátítás tulajdonképpen, bár ehhez hozzátéve azt is meg kell, hogy tanuljam, hogy az állami gépezet az hogyan működik, hát nem túl gyorsan, azért ez enyhe kritika talán. Hát most már megy ez néhány hónapja, és még mindig nem sikerült ezt elérnünk. Mindegy, ez a tanulási időszakhoz hozzá tartozik, szépen lassan minden területen, minden hivatalt sikerül megismerni, megismerni az ottani vezetőket, a munkakultúrát, és én azt mondhatom, hogy ennek a megismerésnek a birtokában most már egyre könnyebb lesz ügyeinket intézni. Ezt természetesnek tartom egyébként, hogy mindenhol megvan az a lehetőség, amivel gyorsítani tudunk, és a személyes ismeretség mindennél többet ér. Nagy elképzeléseink vannak még a turisztika területén, mint az előbb már utaltam rá, nálunk semmi nincs. Tehát semmi nincs, amit mi értéknek tekintenénk. Ugyanakkor azért a hozzánk érkező vendégek azért bizony nekünk is meglepetést okoznak, amikor dicsérik azt, hogy mennyi minden szépet láttak itt. A legjobb példa arra, hogy Szentegyházáról, erdélyi testvér településünkről érkezett egy küldöttség. A küldöttség azt kérte tőlünk, hogy mutassuk be Baracs nevezetességeit. Hát bizony, ezen gondolkoztunk jó 2 napot barátaimmal, testülettel, hogy hát akkor milyen túrát mutassunk, mert ez egy délelőttös program lett volna, vagy lenne. És megdöbbentő módon olyan programot állítottunk össze, ami nekik nagyon tetszett. Nekünk is nagyon tetszett, mert lámlám előtt tudtuk szedni az értékeinket. Jól lehet, érdekes módon ezek az értékek arról szóltak, hogy mi hol volt valamikor, és az elmúlt 40 évben mit, miért bontottak le. Ez különböző kúriaépületek, kastélyépületek, ugye, amik az előző, úgymond, tehát az előző évszázad és az azt megelőző évszázadban ott élt grófok, bároknak az épületei voltak, és kastélya is.
amik mind eltűntek a mai napra, sajnálatos módon. De egy időutazásnak jó volt, mert mi is megtanultuk, vendégeink is megtanulták, hogy mennyi minden volt itt. No hát ezt kihasználva azt viszont szeretnénk azért mégiscsak építeni valamit. Nekünk van a római korból egy Annamácia táborunk. Az Annamácia tábor az 2 méter mélyen van pillanatnyilag a föld alatt. Időszakonként a Pécsi Régész Egyetemi hallgatók eljönnek hozzánk, ezt kiássák, megnézzük közösen, hogy megvan-e még, megvan. Ők megtanulják ugye a szakmát, mi örülünk, hogy ott van, majd ezt követően egy visszatemetésre kerül állagmegóvás miatt. Tehát ezen a területen majd azért szeretnénk valamit kiemelni, és hogy valami látványosság is legyen, és ehhez kötődően a Dunaparton szeretnénk korabeli gályát is 2 darabot beüzemelni, és egy kicsit fölépíteni a turisztikát. Én tudom azt, hogy minden település, minden nem minden, de a legtöbb település ugye a legújabban erre megy rá. Én fontosnak tartom környezetkímélő, kulturális szempontból emeli a településnek a szintjét, hiszen mi is megtanuljuk az értékeinket. Tudjuk azt, hogy honfoglalás korából vannak nálunk értékek, a római korból vannak nálunk értékek, van egy nagy repülőterünk, nagyon komoly lovasbázis üzemel nálunk. Tehát igazából minden adva van ahhoz, hogy beinduljunk, a szép Dunapartunkat fejlesszük, és egy kicsikét élhetőbbé tegyük mások számára is a mi területünket. Tulajdonképpen ehhez a sok munkához, meg sok elképzeléshez azért hozzátartozik az, hogy az otthonnak, annak rendbe kell lenni. Ahhoz, hogy rendben legyen az otthon, ahhoz ugye olyan nagyon kedves, aranyos feleségre van szükség, mint amilyen az enyém. Mi most már 23 éve vagyunk házasok. Én mondhatom azt nagyon büszkén, hogy én jól választottam, és talán ez az elmúlt időszak az bizonyítja, hogy a feleségem is jól választott. 2 nagyfiunk van, egy 20 éves és egy 17 éves fiatalember. Tulajdonképpen ők azok, akikre a legbüszkébbek vagyunk. Nagyfiam már dolgozik, valamennyire hasonlít talán, azt kell, hogy mondjam, az apjára. Én is ugye abban az időszakban, amikor még 20 éves voltam, egyáltalán nem akartam tanulni, hallani nem akartam a továbbtanulásról. Hát ő pont ilyen, és hiába kapacitálom, egyelőre még ő most a munkavilágában próbálja ki magát. Szerencsére van munkahelye, és nagyon szívesen csinálja azt, amit ő elképzel. Hozzáteszem, hogy van 2 lova is neki, tehát alapvetően ugye ténylegesen az egész napja el van foglalva, dolgozik és a hobbiának is ér. A kisebb gyermekünk, őróla pedig kiderült az, hogy nagyon szép hangja van, és hát ennek megfelelően most váltunk középiskolát, és most a Herman László zeneművészeti szakközépiskolába fog járni, népi ének szakra, nagyon büszkék vagyunk rá. Egyébként mind a 2 gyermek egészen kicsikora óta néptáncol. Nálunk ez a hagyományőrzés azért, hogy benne van a családban, nagyon örülök neki, hogy ők ezt választották. Nyilván a mi feladatunk volt az, hogy mi tereljük őket ebbe az irányba, ez a terelés, ez sikerült. Mondjuk azóta most, hogy így nőnek, már nagyon terelni nem tudjuk őket igazából, akkor ezt jól elkaptuk, most már önként mennek a saját útjukon. Úgy tűnik, hogy egyre inkább a feleségem az, aki a családnak az irányítását átveszi a háttérben. Ő ezt nagyon szívesen teszi. Adott esetben, amikor a nagyfiú nem ér rá, akkor még a lovakat is ő kell, hogy ellássa. Én a munkám miatt egyre kevesebbet vagyok otthon, és nagyon köszönöm neki azt, amit tesz értünk, gyermekeinkért értem. Meg hát ő az a kapocs, aki a nagyszülők felé is természetesen az összekötést most pillanatnyilag adja. Szüleimet, hogyha mód van rá, akkor azért hetente, 2 hetente biztos meglátogatom, meg hát a kedves mamát is, az anyóst. Ugye a magyar nyelvben, vagy a magyar hagyomány területén az anyós egy kicsit mindig olyan viccnek kitett személyiség. Én nagyon jóba vagyok a kedves mamával, feleségem édesanyjával, mi kedveljük, szeretjük egymást. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kerek családi háttér áll mögöttem. A maradék szabadidő, ami adódik, az elsősorban
a lovaglásra fordítódik. Bár most éppen egy lovas baleseten vagyok túl, egy egészen egyszerű malőr volt, megbotlott a ló, letérdelt, én meg leestem róla, ami meglehetősen nagy zúzódásokat okozott a hátamon, de hát nem adom föl, hamarosan, hogyha jobban vagyok, akkor újra fölülünk rá. Két ló miatt pont a feleségemmel ketten a környéket be tudjuk járni. Egyébként ez kuriózum, mert ugye ahhoz, hogy mi kimenjünk a határba lovagolni, ahhoz nekünk végig kell menni a falun, nem egy esetben. És ugye amikor ketten kilovagolunk, akkor azért az egy meglehetősen látványos produkció. Még akkor is, hogyha csak lépésben megyünk, és nagyon nem akarok attrakciót, hogy ügessünk, meg vágtassunk, de önmagában már ez valamennyire mégis beszél. Ad okot. Amit igazából jobban szeretnék, mint hobbi, az ugye, ahogyan említettem, én a szíjgyártást kitanultam, nagypapától megszerettem ezt a szakmát. Valójában azt szeretném hosszú távon, hogyha egyszer nekem olyan hátterem lehetne, hogy ennek a hobbinak áldozhassak, ami azt jelenti, hogy igen sok pénzzel kell rendelkezni ahhoz, hogy én csinálhassam a lószerszám javítást, mert abból megélni nem lehet. Minden esetre egy nagyon szép munka, én nagyon szeretem csinálni, a kis műhelyembe a rádiót hallgatva, a régi lemezjátszón, a régi lemezeket hallgatva varrom a lószerszámot, nekem ez a kikapcsolódás, ez egy meditációs állapot, ami abszolút nekem való. Nem tudok csak ülni egy helyben, hanem nekem valamit csinálnom kell ahhoz, hogy én jól érezzem magam. Ez a kis kör az én műhelyembe, az én eszközeimmel, az én zenéimmel az, ami nekem megadja a nyugalmat. Hát ez lenne az, ami majd valamikor talán beteljesül, hogyha túl vagyunk a falu fejlesztésen adott esetben.